A tavalyi évben ünnepelte a Futura 10. születésnapját, akkor egy vízgömbsót láthatott a közönség az intézményben. Az interaktív természettudományi élményközpont az elmúlt 10 év alatt népszerű turisztikai célpont lett, sokan választják családi programként, de számos osztálykirándulást is szerveztek már itt. Több új programot is indítottak a tavalyi évben, népszerű volt a Da Vinci Kids Pizsama Party, de sikeres volt a decemberben indított kampányuk is. Nagyon jelentős volt most a decemberi kampányunk, amikor is ajándék élménycsomagokat ajánlottunk a nézőinknek, követőinknek. Nagyon, nagyon szép számmal vettek karácsonyra élményajándékba Futura belépőt. Bár a tavalyi év sok nehézséget hozott az intézmény számára, mégis rekordmennyiségű látogató érkezett a Futurába. Úgy látszik, hogy azért a kirándulásról nem mondanak le a családok, az osztálykirándulásról nem mondanak le az osztályok, azért egy közösségépítő program, úgyhogy ha nem is több naposra, de egy naposra mindenképpen vállalkozik minden osztály, és hát mi nagyon alkalmasak vagyunk arra, hogy egy egész napot eltöltsenek itt, úgyhogy ezért is vagyunk népszerűek. Aztán a családok ugye mindig kihasználják az iskolai szüneteket, nekünk azok a leglátogatottabb időpontjaink. A magyar vendégek mellett egyre több az osztrák és a szlovák látogató is. Stábunk ott járt akkor is, teltházzal működött a Futura, 5 osztály is részt vett a programokon. Voltak, akik építettek, volt, aki zongorázott az óriás zongorán, de népszerű volt a vízszintje is, ahol különböző kísérleteket próbálhattak ki a gyerekek és felnőttek. A Futura minden korosztálynak izgalmas kihívásokat tartogat, ahova érdemes visszajárni. Már 6-szor járok itt, és mindig másokkal voltam, vagy egyénileg, vagy táborral, meg most az osztályon. Én szeretem ezt a Futurát, mert nagyon izgalmas, és érdekes, és mindig van valami újdonság. Mi az, ami a legjobban érdekel? Hát engem, ami legjobban érdekel, az a zongora. Az nagyon jó vele játszani, és még ami érdekes, az a legalsó szinten az okos homokozó, az is jó, meg a lent a robot, amivel a labdát lehet mozgatni. Azért érdemes ide visszajönni, mert akárhányszor eljövök ide, mindig találok új dolgokat, és mindig többet tudok játszani az itt lévő játékokkal is. Azok ellenére, hogy már próbáltam őket, még mindig jók, mivel mindig vannak mások. Jól indult a 2023-as év is, már januárban is sokan választották a Futura programjait. Az élményközpont idén is számos programmal várja a kicsiket és nagyokat. A tudományos játszóház pedig folyamatosan igyekszik bővíteni a kínálatát, így várhatóan a jövőben is folytatódnak a fejlesztések.